A szülők, főképp az édesanyák szép számban vettek részt az előadáson. A címből adódóan sokan voltak kíváncsiak arra, hogyan legyenek hiteles szülők, hogy jobban el lehessen érni a szabályok betartását vagy a helyes napirendet. Hogyan lehet megoldani a fegyelmezést, jutalmazást. Csupa olyan téma, amelyek a gyermeknevelés során nap mint nap előtérbe kerülnek. Sok-sok gyakorlati tapasztalattal érzékeltette az előadó a helyes szülői magatartást. Például az a szülő, aki fél mondjuk a gyermekétől, akkor az első retorziónál észleli azt, hogy a gyermeket mondjuk negatívan esetleg minősítette, és rögtön azonnal valamilyen jutalmat ígér a gyermeknek, és a gyermek azt fogja megszokni, hogy mindent elérhet egy kis nyavajgással, egy kis hiszcivel, és hát ez nem jó sem a szülőnek, sem a gyermeknek, hosszú távon meg pláne nem. A szülők nyitottak voltak ezekre a témákra, konkrét kérdésekkel, felvetésekkel érkeztek, melyekre a szakember előadásából meríthették a válaszokat. Van egy kamaszkorú gyerekem, egy kis kamaszkorú gyerekem, és kettő olyan kisgyerek, aki a dac korszakban van, tehát igazából mindegyik korosztály érdekelne. Hát nem egyszerű, egyedül nevelem őket, mert a férjem külföldön dolgozik, úgyhogy így azért kellenének tanácsok, mert próbálkozom, de hát azért szükség van szakemberre. A mai előadásnak a témája a következetesség, a következetes szülő mit gondol ezzel a témával kapcsolatban? Hát, hogy nehéz következetesnek lenni a mai gyerekekkel, én úgy gondolom, mert főleg, hogyha több gyerek van. Én tapasztalatból mondom, és én nagyon örültem ennek a témának. Ez a mai nap, ez meg pont jó, mert elég nehéz napunk is volt, de én remélem, hogy tudnak segíteni ebben, és ez fontos, hogy a szülő is úgy álljon oda a gyerek mellé, és következetes tudjon maradni, csak hát ez nem egyszerű. Jó hangulatú, interaktív előadás jött létre az előadó közvetlen személyiségének és a szülők érdeklődésének megfelelően. Azok a jól ismert problémák merültek fel, amelyek gyakran előfordulnak, azok a jól ismert mondatok, amelyek nem mindig következetességre utalnak. Ezekbe a hibákba gyakorta beleesett mindenki szülőként. Tudatos figyelemmel és az ehhez hasonló alkalmakon szerzett ismeretekkel azonban ezek könnyen elkerülhetők, kiküszöbölhetők. A következő téma a sorozatban a hatékony kommunikáció lesz, majd pedig a személyiségfejlődés különböző állomásairól hallhatnak előadást a szülők iskolájában.